Milyen leves van? Jó, látom,
van erőlenes sok tojással és pácánleves. Milyen leves szokott enni a Bürgermeister? A Bürgermeister erőleves szokott enni, de az a tojással. Neked egy olyan kérek, amilyen a Bürgermeister eszik sok tojással, mert azt mondják, úgy hallottuk az úton, hogy olyan jól néz ki a polgármester, és olyan erős, hogy neki is van, olyan is olyan, akkor kérjük. Nekem egy erőleves, sok tojással, és a Luizának, annak még kérjük egy pácánlevest. Jó. Lehet enni egy zsáfriát? Nem. Akkor ebbe a kasházban mi már nem jövünk. Mert úgyis elmegitte a pálinkámat ez a pipincét. Parancsoljanak! Köszönjük szépen! A Hanzinak az erőleves sok tojással. Sokkal jobb! Áh, Jézus Maria! Hát ebben pácán túl van! A pincér úr! A pincér! Hát ezek milyen szemetek ezek? Ez leves! Ez semmi! Mást kellene rendelni. Na, majd szólok mindjárt neki, hogy hozzon valami más. Pincér! Pipi ennivaló van itt, ami valamire való is. Na jó. Van disznó, gardisznó, pörtő, range hekuból. De nagyon van, van és van. Akkor van még. Szűz érmé. Az meg micsoda? Spagetti van. Akkor én a Hanzira kérek, majd ő kérdele, én előre megmondom, egy szűzérmék, de szűz nélkül, spagettival, és én nekem egy vadfőkölt, a frangehegyból. Meglátod, hogy jól járunk vele. Alig várjuk, mert éhesek vagyunk. Kettő spagettit hoztam a szüvegébe. Ez.
Én nem tudom megenni. Én ilyet nem tudok enni. Ilyet nem kérek. Ezt csak esetleg így tudom keverni. Az úton hallottuk, hogy van itt a faluban egy klub. Egy Deutsch klub. Van tényleg egy klub? Igen, van itt egy klub, de nagyon sok a beteg. Hát mit bajunk? Mi bajunk van? Hát vannak itt cukrosok, prostatások. Neked is mindig fölmegy a cukor, és a kázasokat észrevettük, hogy bejöttünk a faluba, olyan húzat volt, hogy elvisz olyanok a kázasokat. Hát, betegek mindenhol vannak. Mindenhol vannak betegek, nem csak a klubba, máshol is vannak. De enni, meg inni, azt tudnak, hogy igen, akkor nincs beteg ember. Aztán akkor nem beteg senki. Mindenki jól van. És tessék mondani, itt kiskor volnak a férfiak éjjel. Nincs, leírtam már. De kívül is volnak. Hogy is van? Itt még hogyan hormolnak? Hogy repel a plafon? És még a hülye tömüves kiskörülnek. Javítsa meg! Hát te is húztám. Úgyhogy sokszor elalszik a lámpa. Libegnek a függönyök. Csörömpöl a redőny. Már éjjel egyszer azt hittem, hogy boszorkány jön be. Úgy hormoltál. Este mindig fejszól. A pálinka, meg a vino, meg a minden kutya füle, és éjjel akkor álmot oszol. Ez éjjel akkor köszönöm szépen, nagyon nagy nézetek. És tessék mondani, milyen megye ez a falu? Milyen megye? Megyébe van, ne? Milyen megyébe? Tolna, ha menne. Akkor ez olyan, mint te kánzi. Mindent elmondani itt a sok népnek. Hát milyen dolog ez? Hát ha egyszer így van, nem tudok dicsekedni, hogy így van, ne, úgy ne van. De most még egy bizonyos kérdés, úgy négy szemtől, hogy viakara vagy valami más? Hát nagyon drága, de viakara vagy. Hoztam mindjárt két topozzal, nem vettem semmit a Hancira karácsonyra, és elvette a karácsonyi ajándékot. Legalább nem megy mindig a kocsmába gondolkodni, és nem nézi a szexfilmeket. Hát, ha nem nézd ő a Semmit nem szabad. Se kocsmába menni, se szexfilmenni, semmit nem szabad nekem. Majd én beosztom neked, Hanci, nem fogod olyan sűrűn bevenni. Ezt a viakarat, majd én beosztom neked. Most mindjárt vegyél be egyet, hogy akkor ilyen kicsit fogom aludni, és akkor már mindjárt használom. Én nem mindig veszek be, nem? Én nem mindig veszek be. Én csak karácsonykor veszek be, húsvétkor, és búcsúkor, és még egy nap szokott lenni, áldozó csütörtök. Azért, mert akkor egy kicsit előtte van a születésnapom. Így, hogy én most nem veszek be, mert se karácsony nincsen, se húsvét nincsen. Ezt pedig be fogod venni, mert én vettem neked náptreglit, Weihnachten, és ez most akar a glúti milyen hatás van. Még máma éjjel. Jó, na, jó. És Pintér úr, majd a végén elszámolom. Jó. És akkor milyen sütemények? Sütemény? Milyen sütemény van? Hát van aplóni sütemény, slítóni. De máskor más is szokott lenni. Szokott lenni szerelmes levél. A régen volt.
hozzon neki. Vigye el, hiszen csak vigye el, mert neki nem kell. Ilyet még nem ettem. Pandi, tessé, mert én ilyen nem szoktam sütni. Lip Tóni, hát milyen süteményed Lip Tóni? Hát, nekem van egy Tóni, itt ez a pincér, de hát nem annyira Lip. Nem, nem nagyon erőködik, Pandi, biztos. Jóval, tessék parancsolni. Olyasztán erősség van. Melyiket választod, Pandi? Kétféle Lip Tóni. Egyik barna, másik sárga. Melyiket nagyobbat választok, vagy a kisebbet? A kisebbet. Akkor tessék. Akkor már kinézze egy fogsóra jól. Yes! Hát, hát Tóninak a foka? Hát nem. Hát hogy kerül ez ide a süteménybe? Hát semmi, semmi rendes nincs ebben a kastházban. Nem. Semmi. Ide, hogy nem értünk többet. Nem. De ezt elvisszük. Ezt a fogsót neked jó lesz, úgyis rosszak a fogai. Akkor jól fogsz enni, és úgy fogsz kinézni, mint a Bürgermeister. És nem leszel ilyen nyambat, nyambat, ilyen gyenge. Ezt elvisszük, ez jó lesz neked. Akkor most pincédni. Most most eltűnünk, mert a polgármesteréknél fogunk aludni, mert már nem tudunk hazamenni, mert már egy kicsit sokat ittünk. Én nem, csak a lúzza, mert az én bárkám. De a lúzza egy kicsit sokat ittünk, akkor ott alszik. Gyere, nem esélye, hogy mit szól az asszony? Mit fogsz mondani az asszony? Nem tudom, gyere, tűnjünk el nagyon nagyos tünemény. Biztos beleegyezünk. Igen. Te mondják, nagyon nagyos hálaszok vágják. És mondják meg a pincérnek, ha jön, hogy euróba fizetünk, hogyha lesz. Polgármesternél vannak. Elfelejtettek fizetni. Nem mondtak véletlenül, mit a fizetnek? Mert eljóljuk. Addig a fölkopik az állat. Jaj, csak állat.